Itt van egy kis megoldás a történet a négyes golyónál. Nagyon egyszerű. Két variáció van. Az egyik az, hogy megpróbálni a hármas golyóról lebontani a négyest, ami azért nehéz, mert nagyon messze van a négyes golyótól a hármas. Másik variációt meg, hogy hármasról egy olyan pozíciót alkalmazni, olyan pozíciót megterelni, hogy a négyes golyó lövésével egy safety shotot, egy safety biztonsági lövést tudunk lőni. És az ellenfelet hibát készítjük, majd innentől befejezzük az asztalt. Hát mind a kettő egyaránt ugyanilyen nehéz most. Mert kis területre kéne betelelni a biztonsági lökéshez, körülbelül ide, hogy a négyesre mondjuk egy stop lökéssel tudjunk egy biztonságot adni. A bontás az meg a 3 km távolsága miatt nehéz, esetleg a kettessel lehetne rögtön a bontást meglőni, ha a kettest a hosszú oldalra lövöm be, és farról rábontok a négyesre, ez azzal rizikóval járhat, hogy lehet, hogy lebontam a négyest, viszont 8-as vagy 6-os mögé el tud bújni a fehér golyó. Tehát itt ez az asztal, ez jó esetben biztonsági lökéssel indul, ami megint csak nehéz, de én most megpróbálom a bontást. Egyből a kettesről, hiszen a hármas az elég messze van. Most láthatjuk, hogy a probléma a 6-os golyó lenne elvileg. Középre lőhető, tehát pozícionálása lesz a lényeg. Az 5-ösről nekünk meg kell majd pozícionálni a 6-os golyót középre. Jó a legelején megnézni a problémát az asztalon, és már a legelején kiokoskodni, hogy jelsz rá a megoldás. Tehát ilyen esetben mindenképp az, hogy az 5-ös golyó után nekünk ezt a területet kell megpozícionálni. Hogy a 6-os lőhető legyen, és akkor, ha az már megvan, akkor a partinak a méregfogát úgymond kihúztuk. Pozíció nem olyan előnyösebb, viszont tiszta golyók vannak utána. Pushotot semmiképp nem mondunk ilyenkor. Kettes golyó egy falról belöghető, de itt arra kell figyelni, hogy az egyfalas játéknak nem az a lényege, nem csak az a lényeg, hogy belőle egy fal a golyót, hanem terelni kell belőle. Tehát aki egy falra belőle a golyót, az csak egy félkész állapot. Mindenképpen terni kell belőle, és az 5-ös golyó, hát sajnos nem túl egyszerű semmilyen helyre. 9-es takar, 6-osnál egy fél zsebünk van, és ebből az állásból nehéz megterelni ezt az oldalt, ami a legoptimálisabb lenne. Főleg úgy, hogy egy falat kell még lőni előtte. B variáció, az lenne megint csak, hogy gyengén balforgatóval megültöm a kettest, fehéret kiforgatom hetes mögé, safety, és az ellenfelet hibára késztetem. Megpróbálom az egyfalast lökéssel megtenni az 5-ös adon az oldalra. Kettes golyó, abszolút jó induló állás. Négy az oldalsó falon,
5-ös alatt a keresztben. Gyakorlatilag, ha 4-es gólya megvan ebből az állásból, akkor a parti védőhető. Két variáció van, ez megint csak készfüggő és technika függő, ki mit választ. Az egyik variáció, hogy center jobb forgatóval belőm a 2-est vékonyan, és kiforgatom ezen a kis kapon át a 4-es golyót. Másik variáció, hogy bal alsóval lövöm be a 2-est, és kis bal forgatóval jövök át erre az oldalra. Ez a kettőnek megvan a húgtatója, az egyik a terület miatt, hogy kis részen kell jönnöd, nem akadhatunk el, nem lehet sok, nem esett középre a fehér. A másik pedig az, hogy sokat futtatom a fehér golyót, illetve vékony a lövés, tehát abból nehezebb kitempózni. Szerintem én, illetve hát egy kis probléma, hogy a 7-es golyó is benne van a dökésünkben. Tehát én szerintem a 7-es miatt, hát igen, a 7-es miatt inkább a balasót választanám, mert jó lenne a jobbos, gyengén a jobbos, de nagyon kínaiból kell lőni, és ez már ugye tudjuk, hogyha föntől nyomok bele egy kis jobb forgatót a dökésbe, az már sajnos masszívba fog menni, tehát kanyarba fog menni a fehér golya, ezáltal nem lesz annyira kiszámítható az útja, mint ha simán egy elejében eszed el, akkor egy bal alsót lőnék bele. Tehát én most megpróbálom a bal alsós lövést.